Gőgös Zoltánnal, az MSZP elnök helyettesével folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Reggelt, kívánok. Megkapták tegnap a parlamentben, csak az aranyborjú számít. Mondta ezt Vejke Imre, KDNP-s képviselő, és egyébként Gulyás Gergely is azt mondta, hogy ez a társadalmi szolidaritás veressége, amilyen döntésre a kormány készült, mert hogy több a vásárló, mint az eladó, és utóbbiak sérelme kevésbé fontos az MSZP-nek. Ez így van? Hát én ott voltam egyébként, végighallgattam mindegyiket. Hát keresztény testvéreink azért eléggé féle vannak informálva. A vasárnap az vásárnap. Az a keresztény hagyományokban is, miután a templomból kijöttek az emberek, szépen fölöltözve elmentek a vásárba is. Ott is voltak eladók. Úgyhogy ha már itt minden ideológiát akarunk ebbe a dologba vinni, amiben egyébként nem kell, akkor vannak olyan szakmák, ahol dolgozni kell. Én kérdeztem utána Vejkeitől, hogy akkor mit szólna ahhoz, ha egy napig nem etetnénk meg a disznókat, majd este mondanám neki, akkor ballagjon be közéjük. És erre ő? Hát nem tudtam, miről beszélek. Hát hogy azt jelenti, hogy nincs ilyen, tehát meg kell fejni. Tehát magyarul vannak olyan foglalkozások, ha valaki azt választja, akkor pontosan tudja az, mivel jár. A vásár, meg a vásárlás, az igenis ezer éve, ha jól emlékszem, talán Hiller Pista mondta, hogy Szent István törvénye jóta benne van a rendszerben. Most ezért kár reklamálni, az már nagyobb baj, hogy ők tegnap ezzel a visszavonással eltörölték az egyébként arra az 5 napra, amikor kinyithatnak a boltok járó 100%-os sportolókat. Ez a legnagyobb baj. Ezt próbálják ugye rátolni a rendszerre, de hát ez egy orbitális hazugság. A dolgozók nyilván jogosan vannak felháborodva, és valószínűleg az se véletlen, amit itt idéztem, hogy a Magyar Idők úgy tudja, hogy hatósági ellenőrzések lesznek a munkaügyi visszaélések miatt, és itt a újságnak elképesztő történeteket mesélnek szakszervezeti vezetők, hogy 15 napon keresztül megszakítás nélkül dolgoztatják az áruházakban az embereket, a szabad napot úgy adják ki, hogy amikor épp nincsen elég nagy forgalom, akkor menjen haza, de aláíratják vele, hogy ez saját döntése volt. Ez tényleg nagy kiszolgáltatottság. De ki csinálta ezt? Hát a Fidesz az munkatörvénykönyv módosítással. Nem volt ilyen. Hát korábban, a mi időnkben, még utána, még 2 évig, 100%-os bérpótlékoló volt vasárnap, és teljesen más volt a dolgozóknak a lehetőség. Most egy pénztáros gondolkodás nélkül ki lehet rúgni, mert van 30 forint hiánya. Tehát ugye ez a probléma, hogy hoznak az urak egy szabályrendszert, amihez nyilván alkalmazkodik minden munkaadó, van, aki nem, hozzáteszem, tehát aki azért korrekt és kollektív szerződést hajlandó kötni a saját szakszervezetével, ott azért ezeket ki lehet védeni. Csak az az igazság, ha kormányzati akarat nincsen a munkavállalók megvédésére, akkor viszont ez az eredménye. Én nem csodálkozom, amiket itt leírnak, mert hát most, ha egyszer elengedik a gyeplőt, ugye elengedik a dolgozók rovására a gyeplőt, akkor miért csodálkoznak? Ráadásul most meg még azt is megmagyarázzák, hogy a két törvény összefügg, semmi köze a munkatörvénykönyveinek, ugye a vasárnapi zárvatartás. Igen, ezt akartam mondani egyébként, tehát kétféle válaszirány van a kormányban. Gulyás Gergely azt mondja, hogy a pótlék emelésére benyújtott javaslatuk az politikai haszonszerzés. Kósa Lajos viszont azt mondja, hogy ha nem törlik el a mostani bérpótlék rendszert, akkor egy érvényes és eredményes népszavazás esetén 3 év még nem lett volna rendezhető a bérpótlék ügye. Hát ugye Kósa Lajos azért elég sok érdekeseket szokott mondani, meg sokfélét, de én azt gondolom, maradjon már meg inkább a dobozainál, meg a hutiknál, vagy a tusziknál, vagy a hutuknál, mert hülyeségeket beszél. Tehát az a probléma, hogy... Valószínűleg a kormány álláspontját képviselő. Nem hiszem, mert nem tudjuk, mi a kormány álláspontja. Tehát ez a másik bajunk, és ezért mondtuk azt, hogy most már nagyon-nagyon nagy zavar lehet, amikor két miniszter úgy dönt, hogy nem jön be szavazni, és azt mondja, hogy ez őt nem érdek, pontosabban nem ért vele egyet. Ez egy kormány előterjesztés, szeretném jelezni. Tehát itt nem arról volt szó, hogy valamelyik fideszes képviselő beadott egy módosítót, hogy akkor ezt gyorsan vonjuk vissza, hanem a magyar kormány ezt benyújtotta. És erre két minisztere úgy dönt, hogy ő inkább, sőt nem csak ő, hanem még ugye a házelnök is, úgy dönt, hogy ezt nem szavazza meg. Na most ez egy tipikus jel annak, hogy itt óriási zavar van, és nem tudjuk, ki igazán, aki irányít. De hogyha, jó. Mert ugye pénteken még az kormányfő is azt mondta, hogy hát inkább szigorítani fognak. Persze, erre, de ez egy kicsit, ha van sapka, az a baj, ha nincs sapka, az a baj esete, mert ha meg mindenki megszavazta volna, akkor meg azt mondták volna, hogy központi irányítás van a Fideszben. Így nem meg... mondani. Jaj, de hogy nem, hogy egy kézi vezérléssel irányít Orbán Viktor. Nem nagyon volt központi vezérlés, de azért a kormánytagok meg szokták szavazni a kormány előterjesztést. De az nem egy korrekt álláspont, ami tudják. A közleményben el is mondott Lázár János is, meg Balogh Zoltán is, hogy ők ezzel nem értenek egyet, a népszerűség az nem mindenek felett való, de a kormány iránti lojalitásból
nem szavaztam. Értem, csak ugye innentől kezdve mi a garancia arra, hogyha mondjuk nem lesz egy belső hatalmi változás a Fideszben, aminek persze most még elég kicsi az esélye, mert azért Felcsút elég erős, meg elég szépen gyarapodik. De akkor mi van akkor, hogyha változás lesz, és mondjuk az lesz igaz, amit a semmilyen bejelentett kedden reggel, hogy hát azért ne örüljünk ám ennek olyan nagyon, meg ne örüljenek a vásárlók ennek olyan, mert ők majd, hogyha tudnak ez újra társadalmi többséget szerezni, elég érdekesen fogalmazott, akkor majd újra bezárnak ám a boltok. Na most én azt gondolom, hogy ez nem játék. Tehát, hogyha a társadalomnak a többsége valamit ilyen határozottan elutasít, és nem az az egy ügy van, több ilyen ügyük van, akkor azt gondolom, hogy az a helyes cselekedet, hogyha itt nem utalgatnak, meg nem célozgatnak semmire, ráadásul nem mosnak össze dolgokat, és nem próbálják visszatolni a történetet másokra, itt konkrétan a bérpótlékra gondolok, hanem leülnek az érintettekkel, mondjuk ezt is meg lehetett volna csinálni, mert senki nem akarta azt, hogy 3 napon belül nyitva legyenek a boltok, hanem azt úgy gondolta mindenki, hogy ahogy nem tették meg az egyeztetést akkor sem, amikor bezártak, most azért illett volna legalább egy kört futni benne, hogy akkor ki van erre fölkészülve, kettő, hogyan lehetne ezt a bérpótlék ügyet. Ugyanis nekünk a javaslatunk most készül egyeztetve a szakszervezetekkel. Mi azt szeretnénk, hogy az második 50%, ugye már 50% jár, az a Orbán Viktor szaván fogva az járulékmentes legyen. Ugyanis azt se akarjuk, hogy a vállalkozások menjenek tönkre, azért főleg kis vállalkozások, hogy éppen a saját szakmát mondom, a 60 forintos tejár mellett nagyon nehéz lesz 100 forintos bérpótlékot, vagy 100%-os bérpótlékot adni, pedig azt se lehet megcsinálni, hogy a kereskedelembe adok 100%-ot, aki meg nem a kiskereskedelemben dolgozik, de kénytelen dolgozni a tűzoltó, a közszférába, akár az én, a mi szakmánkba, hogy ott meg nem. Ilyen nincs. Tehát, hogyha valakinek vasárnap dolgozni kell, azt meg kell fizetni, ezt meg kell érteni mindenkinek, de úgy, hogy ebben ne roppanjon bele mondjuk a munkaadó sem. Egyébként ez a járulékmentesség az önök idejében nem volt nem volt, nem volt járulékmentesség, de nem voltak ilyen magasak az elvonások. Nézzük vissza, hogy akkor a minimálbér nem volt adója, tehát ugye az a szektor, ahol ilyen viszonylag alacsonyabb jövedelmi kategóriákban vannak, rosszabbul járt azóta, hogy emelgetik a minimálbért, mert a nettója nem emelkedett az infláció mértékével. Tehát ezt kellene valahogy megoldani, hogy lássuk már be, hogy az alacsony kategóriába kell fizetés, nem a matócsinak. Arra, hogy Semjén Zsolt mit mond, és hogy megpróbálnak társadalmi támogatottságot szerezni, talán nagyobb súlya esik alatt egy Kósa Lajos, viszont azt mondta, hogy hasonló szabályozási kérdés nem fog a ház elé kerülni ebben a ciklusban. Hát, meglátjuk. Most minden esetre ugye az a jogi helyzet, hogy mi az aláírás, minden további nélkül gyűjtetjük. Ez összejön, ebbe lesz népszavazás, az az országgyűlés semmilyen döntésre ezek után nem fogja kötelezni. Egy pillanat, csak nem biztos, hogy lesz ebben népszavazás. Azért nem biztos, és nem is most egyelőre az aláírásgyűjtés a lényeg azért, hogyha szükség lesz rá, lehessen. Ugyanis, hogyha az a helyzet marad mondjuk őszig, mert ez legkorábban a parlament erről majd össze kell dönteni, és a parlament írja ki a népszavazást. Ha az a helyzet marad, hogy nem trükköznek és nem játszanak ezzel az üggyel, akkor azt mondja a parlament, hogy nem írja ki ezt a népszavazást azért, mert a törvény nem él. Csak mi nem tudjuk, hogy közben mi történik. Ezért mondtuk azt, hogy most van egy jogi helyzet, amit mi végig akarunk csinálni, ha már elkezdtük, aztán majd eldönti ezt a később akár alkotmánybíróság, vagy bármi, hogy ennek mi lesz a folytatása. De a másik két kérdésben nem akar a kormány meghátrálni. Most az lenne a logikus döntés egyébként, hogy akkor állítsa le a földeladást. Ugye onnantól kezdve az a kérdés, mert mi azt akarjuk, hogy egy olyan jogszabály szülessen, hogy ne lehessen az állami termőföldet eladni, mert annak más a funkciója. Tehát nem az a funkció, hogy egyszeri bevétellel szerezzek 300 milliárdot, aztán utána meg elfelejtsem a vidéki foglalkoztatást teremtést. De ugyanez igaz a bérplafonra is. Hozza vissza a 2 milliós bérplafont, és onnantól kezdve ezek a szabályokra nincs, ugye onnantól a parlament majd bármikor dönt, tehát hiába van 200 000 aláírás, hogy nem kell népszavazás, mert amire a kérdés irányul, az a történet, az megvalósult. Mi ezt szeretnénk. Tehát nem föltétlenül akarunk mi 4 millió forint vagy 4 milliárd forintot elkölteni arra, hogy népszavazás legyen, de azért azt is mondani szeretném, hogy nem azt kérdezik az emberek, hogy most miért is gyűjtjük az aláírást, hanem hol lehet aláírni. Tehát magyarul van egy óriási kormányellenes hangulat, tehát azért ez jó, akkor is volt, ameddig nem volt vasárnap. De annak ellenére is, hogy a vasárnapi zárvatartást eltörölték, ugyanúgy jönnek? Amikor elkezdtük, nem volt vasárnapi zárvatartásos népszavazás. Hát mi úgy indítottuk el az aláírás gyűjtés, és jutottunk el mondjuk durván 60 000 aláírásig, hogy nem volt benne vasárnap. És nem érdekelte az embereket, hogy benn van-e. Az más kérdés, hogy mikor megjelent pénteken a hír, hogy lesz, akkor megkérdezték, hogy mikor lesz a következő év, és majd visszamegyünk-e aláíratni. Hát mondtuk, hogy inkább ők jelentkezzenek, mert ugye ez alapján, az ív alapján mi nem tudunk visszamenni. Mondták is, hogy rendben van, akkor majd jönnek. Sőt, hogy adjuk, majd visznek el ívet alá. Tehát biztos, hogy meglennítette ezt a dolgot.
De az az igazság, hogy mi tegnap délután tudtuk kiküldeni a aláírásgyűjtőt, én tegnap 2-3 helyen is voltam a aláírásgyűjtés, volt ott, még nem volt velünk ez az ív. De nem zavarta az embereket, írták alá a másik kettőt. És mi azt gondoljuk, hogy annak még mindig közjogi vége van. Tehát ezért, ha a kormány ellen akar valaki szavazni, mondjuk ősszel vagy legkésőbb kora tavasszal, akkor igenis be kell, hogy szálljon most ebbe a fázisba, azt utána meg a Fidesz szerint ott lóg ki a lóláp, hogyha a vasárnapi zárvatartás ügyében is gyűjtenek aláírást, ami most már okafogyott, az csak politikai adatgyűjtés lehet. Hát én meg azt gondolom, hogy amit mondtam, hogy ebből a livből nem lehet politikai adatot szolgáltatni. Nyilván ők tudnának, mert a népesség nyilvántartó alapján ki lehet keresni egy személyi számból, hogy ki hol lakik. Mert hogy ez csak névszemélyi szám, anya név, neve. És anya neve, így van. Na most ez alapján az országban ez bárhol lehet Kovács István ilyen számon. Tehát mi ezért látszik, hogy vagy nem tudják, mi van az iven, vagy nem tudják, mit beszélnek. Azt mondta, hogy nem biztos, hogy a parlament kiírja ezt a népszavazást. Igen. Mi van akkor, hogyha most nem írja ki, de aztán fordul a kocka, valamiért mégis a Fidesz úgy dönt, vagy a KDNP társadalmi többséget szerez, akkor ezek az aláírások újra elővehetőek, vagy ezek, hogy mondjam, elévülnek? Mi erre a szabály? Az az igazság, ha változik a népszavazási törvény, és az lesz benne, hogy nem az számít, hogy ki milyen kérdésekben, vagy akár párhuzamos kérdéseket is lehet beadni, úgyhogy ez az új szabályban így van, akkor nem mindegy, hogy van-e egy adatbázis, vagy pontosabban egy támogatói bázisa egy ügynek. Most az, hogy aztán majd az milyen kérdésben lesz megfogalmazva, az már onnantól kezdve azért egy értékelhető történet lesz, mert akkor egyszerűen adni kell egy felhívást az embereknek, hogy aki ezt támogatta, akkor keressen meg bennünket. Mert azért nyilván, aki ezt aláírta, az emlékszik rá. Ez az ív nyilván egy másik típusú népszavazáshoz nem lesz használható, tehát ebben nincsen kétségünk. Akkor is, ha a téma ugyanez, de valószínű, hogy a kormánynak talán elmegy a kedve attól, hogyha valósan fizikailag látják ezt az aláírás tömeget. Mert ugye most egyelőre csak egy kutatást látnak, nyilván ők mértek. Hát az nem gondolja senki, hogy ez nem egy mérés eredménye, hogy itt a hétvége óta mindenkinek megváltozott a véleménye, kivétel egy-két ember ugye a KDNP-ből meg a Lázárék. De ha ott lesz valósan azért ez a mennyiség, ami azért egy jó nagy raklapnyi embernek a neve, vagy hát ívnek a éven levő ember, azért az talán egy kicsit máshogy hat alapban, hogy nem kellene azért ezzel a kérdéssel játszani. Mert most úgy tűnik, hogy mintha ezt ők nem gondolnák komolyan, gyorsan elvették ezt a szelet a vitorlából, és akkor ez meg van oldva. Mi meg azt gondoljuk, hogy nem hagyjuk. Csak emlékezzenek vissza, hány ügyet erősített meg a Fidesz úgy, hogy oké, rendben van, már túl vagyunk rajta, még ahogy akkor, még mikor mehetünk. De azért akkor is már az ördög nem alszik. Na most én úgy gondolom, hogy velük szemben aztán főként úgy van, hogy az ördög nem alszik, mert nincs két nap, hogy nem orvosítanának valamit. A korábbi saját álláspontjukon én 1 millió dolgot tudok felsorolni földügyben, miket mondtak. Mit mondott az Orbán a Gyurcsány való vitába, hogy aki eladja a földet, az talajt veszít. Ilyeneket mondott 10 évvel ezelőtt. Hát akkor most talajt veszít? Ő nem fél attól, hogy ő talajt veszít? Én szerintem már veszített, de most minden. Igen, viszont azért a kvótás népszavazás az egy adó a Fidesz kezében. Annó, amikor ezt bejelentették, akkor az MSZP annyit reagált, hogy legyen együtt a földügyel kapcsolatban, meg a vasárnapi zárvatartás kérdésével kapcsolatban. Ez a fele már kicsit tisztázódott, de mi az álláspontjuk, hogy fognak kampányolni a kvótásra? A kvótásra ugye nem kell menni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy de most ezt látja, hogy ebből az következik, hogy érvénytelenné akarják tenni. Ugye a Fidesz, hogy nagy fejű. Hát most mi a francért akar jönni és szavást egy olyan ügyben, ami eldőlt? Hát az a kérdés, az eldőlt. A bíróságon van, a nemzetközi bíróságon ez az ügy. A Fidesz ebbe akar népszavazást, amiben a parlament már döntött. Akkor most miért mondja azt, hogy mi akarunk, hát ő mit akart? Akkor 1.800.000-es adatbázis csinált, valós adatbázis saját magának, bele is bukott Salgótarjánba, mert azt bizony a baloldalról is sokan aláírták, és ők azt az adatbázist használták a kampányba. Ez nyilvánvaló. Csak ilyenkor mondjuk azt, hogy ezzel a bandával alkudozni nem lehet. Ezeket vagy legyűrjük, és 18-ba elküldjük, vagy az ország fog beleruppanni, ez az én saját szakmában biztosan így lesz, és eddig, amit mondtam, minden beigazolva. Azt értem, hogy érvénytelenné akarják tenni, de azért a Fidesz lehet tudni, hogy úgy fog kampányolni, hogy itt, nem tudom, jönnek a menekültek, és az elveszik a munkánkat kampánya, semmi volt ahhoz képest, ami várható. Hát még az is lehet, hogy hoznak is ide egyébként, csak azért, hogy mutogathassák. Tehát ez a csapat mindenképpen szerkesztő. Jó, de ehhez azért elég gyenge érve az, hogy nem kell elmenni. Még egy kicsit tuningolják? Hát meg kell várnunk, hogy mit akarnak ezzel. Ha a kúria tisztességesen csinálja a dolgát, már pedig eddig mind a három kérdésünk a kúrián ment át, akkor ezt a kérdést nem engedheti át. Azért, mert nemzetközi szerződésért. Hát most innentől kezdve meglátjuk, hogy akkor a harmadik hatalmi ág működik-e vagy sem. Akkor majd írnak egy újat,
Én úgy gondolom, a folyón akkor kell átkelni odaérni. Most egyelőre csak fenyegetőznek vele, én úgy látom, de nincsenek most azért olyan jó pozícióban. Hozzáteszem, hogy Habony biztos dolgozik ezen, a Magyarország egyik miniszterelnöke, most nem tudjuk igazából ki az igazi, de biztos dolgozik ezen, hogy ebben mit csinálnak, meg hát egy biztos, hogy mi nem loptunk össze annyi pénzt, hogy ebből a sajátunkból is több milliárdos kampányt csináljunk. Én nekem megmondom őszintén, az agyvizem lobog, amikor látom ezt a Magyar Reformok Működnek hirdetést, amikor jövök el ma reggel is korán, és ott alszik mellettem valaki az utcán, a mellettem lőház előtt. Hát most ilyen reformok ezek? Most ezt gondolják, hogy az emberek hülyék? Ugye érdekes az, hogy ha a kúria tényleg így dönt, hogy ebben a kérdésben nem lehet népszavazást tartani, lehet úgy értelmezni, hogy a Fidesz abból is jól jön ki, mert lám-lám, még a kormányjavaslatára is érvényesen. Mi azt megszoktuk, hogy mindenből jól jönnek ki, mert iszonyatos sok pénzük van, és gyakorlatilag úgy manipulálják az embereket, ahogy akarják. Csak mi még azt tapasztaljuk, hogy azért van Magyarországon még gondolkodó ember. Hiába vették le a tankötelezettséget 16 évre, hiába küldik el nyolcadikos gyereket állásbőrzére, ahelyett, hogy iskolákat nézegetne. Nem fog működni ez a rendszer. Azért még nem Észak-Koreában vagyunk állott. Most hirdetik a nagy vezérnek a születésnapját. Én nem szeretném megérni, hogy nemzeti ünnepünk legyen Orbán Viktor születésnapja. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Szelényi Zsuzsannával fogjuk folytatni pár másodperc múlva.